Sziasztok, Hóri vagyok, hoztam nektek egy újabb csatát ezúttal Franciaországból, Omelette du Fromage, tudjátok. De mindenek előtt szeretnének meghívni a kis klánunkba, a kis klánomba. Uplayvelmen néven megtalálod, ugye rank a rövidítése R4NK, így megtalálod. Minimális követelmény van, ugye 1300 plusz legyen a VN8-ad, és azért a recenter 1800 fölött legyen egy hétre lebontva. Ennyi igazából egyelőre a, úgymond a kikötés. Vagyunk már heten a klánban, hogyha esetleg kedvet kaptál hozzá, vagy szeretnél jönni, akkor gyere be DC-re, majd berakom a linket a leírásba, és írjál rám, Hóri néven fönn vagyok a DC, nem lesz nehéz egyébként megtalálni, hogy várunk mindenki sok szeretettel. Na de most vissza a tankhoz, ugye kicsit beszéljünk erről a tankról. Ez régen, nagyon régen, még Krisztus előtt ez egy iszonyú OP tank volt. Sőt, én még állítom, most is jó egyébként, csak ugye a mostani 4-5 perces csatákban már annyira nem fér be sajnos ez a tank, meg az új, ebben a metában már annyira nem OP, de még mindig lehet vele aprítani. A tankot igazából szerintem nem kell bemutatni, mert elég sok embernek megvan, illetve elég sok játékos játszott vele. Van egy egész jó gununk, 259-es átütéssel és 390-es sebzéssel. 5 lövedék van a tárban, 2,75 szekenként lőjük ki, és elég lassan töltünk, 35 szek körül töltünk be. Van egy nagyon jó kamunk ezzel a tankkal, és nem egy sniper tank egyébként, mert igen, 273 az intrakrip, bocsánat, és ugye van egy 0.36-os szórásunk, ami azért eléggé pontatlan, 0.34-0.33-ig le lehet vinni. Töltésünk 259, amit ilyen 2-2-2-3-ig le lehet vinni, úgyhogy nem egy sniper tank, lehet vele sniperolni is, de azért ez inkább az a fajta tank, amivel megvárod, hogy valami történjen a csatába, és utána pedig megflankeled és kitározod és elfutsz. Ez az a tank, amivel kicsit türelmesen kell játszani. Hogyha mondjuk nincsen light és kapsz egy jó mappot, akkor lehet vele spottolni, mert a kamunk elég jó, látótávunk elég jó, páncélja nincsenek a tanknak és sajnos eléggé gyúlékony. Én turbóval használom ezt a tankot stabilizátorral és szellőzéssel, plusz ugye direktívában is van szellőzésem. Úgyhogy láthatjuk, hogy milyen kis sebes lesz majd ez a kis tankunk, 70 a vége egyébként így. A tier az tier 9 igazából, nincs két artival, bocsánat, mert hát ugye hát az kötelező. A pályának a nevét nem tudom. Safe Haven a pálya. Itt mindig fölmegyek a dombra egyébként, első körben mindig fölmegyek ide a dombra, mert innen tudok spottolni is, hogyha esetleg letolják a medek vagy light, úgyhogy lehet spot damage-et is gyűjtögetni. Meg ugye van kamunk hozzá. Gundapping nincsen ehhez a részhez, úgyhogy itt óvatosan kell azért csinálni a dolgokat. Meg ugye innen be lehet lőni, hogyha fölmennek a bal oldalra, ugye a ház, a, ahol a 780 van, nem tudom az, hogy mondják, tetőre. Ugye T100 LT van előttünk, ami problémás, mert meglátott van két arti is, és ugye az bejött ide proxizni, edzett fejlesztés használ a T100 LT, mondjuk azt annyira nem értem, de jó. És a csárfutúr betolja, úgyhogy be kell tolnom majd nekem is, hogyha akarok sebezni. Főleg úgy, hogy nekem egy tárból megvannak, úgyhogy itt el is indulok, Kepor lose. Ramolos küldni van, amit nem is figyeltem egyébként. És itt inkább a K91-et tárazom, mert az nagyobb probléma, mint a lightunk. És meg is van a küldim egyébként, mert nekem tolta a PTA, és megadta a ramolos küldit. Itt a csárfutúr nekem útban van, mert azt a K91-et ki akartam szedni, hát lecsúsztam róla. Ugye töltünk, viszont ezt a részt megoldottuk. Egy K91 meg egy T100 LT-jük már el is veszett. Igazából 300-at rammolt belém így az LT, hogy neki ütköztem. 1354 sebzésem van. Ugye leesett a spot. Itt ugye innen már tudnám lőni a rinocéros, de azt nem fogom beütni. És ugye arra vártam, hogy ott azok betolják a középső részt. Erre figyeljetek oda egyébként, hogyha ilyen van, hogy ott már ne nagyon szállingózatok át keresztbe, mert innen ebből a pozícióból hibátlanul oldalba tudnak titeket lőni. Ugye itt engem nem fognak kispottolni, mert messze vannak, meg jó a kamó, viszont megjött egy Skoda, de nem gond, mert be vagyok töltve. És inkább a Skodára fogok rámenni, mert az problémás. Skoda nem táras.
illetve de bocsánat, ez azt hiszem nem táros, de táros volt. Szerintem ez táros löveg volt rajta már. Nem gond, 2300 sebzés is van. Nem sok HP maradt, 700 HP maradt kerekítve, hogyha egyet fölhúzunk rá. 5-2-re megy a csata, ugye töltök egy újat. Nagyon hit nem kell ebbe a tankba egyébként. Viszonylag kevés a lőszer egy, az a baj, hogy ha mondjuk elősz kettőt is uratárazó, ugye azt már eldobja azt a maradékot. Úgyhogy észre kell ezzel tárazni, mert eléggé kevés a lőszer. A JP az nekem jön oldalasabb, de nem vagyok betöltve. Abban reménykedtem, hogy ott megáll, de sajnos nem. 5-4 az állás, ugye a várost azt részben elvesztettük, mert több tankjuk van. T95-t én megvárom, hogy teljesen oldalasan álljon nekem. És láthatjátok, hogy viszonylag egyébként pontos ez a tank, hogyha azt nézzük, szóval ahhoz képest, hogy milyen lövege van, viszonylag pontos tankot tudunk vele alkotni. Itt újra kell töltenem, mert ugye 2 elfogyott, illetve 3, azt hiszem, nem tudom most már pontosan. Itt nyugodtan föl tudok jönni, van egy bokor, ami engem fedez. Én látni fogom, hogyha valami ott átjön. És ugye itt csak egy projektó van, amiről én tudok. És úgy voltam, hogy a projektót azt ki kell tárazni, mert meg lehet igazából oldani. Főleg, hogy a standard B tolja, úgyhogy megvárom, hogy nagyjából betöltsek, és akkor utána én is el fogok indulni. A rinocéroszt látom, hogy fönt áll, és ugye ez a rossz ezekben a tankokban, hogy ilyenkor nem vagyunk betöltve, de szerencsére megáll nekünk, és 406-ot bele is rólolunk. Nem töltök újra, mert van 4 lőszer, ami elég lesz ott a TNH-ra. Meg hát nem éri meg, mert kevés a lőszer, ugye meg 35 cekig töltök. És ugye itt megvan még egy Projecto 6, 2 heavy van, 9-es heavy, nem probléma egyébként, itt autoimmel befogjuk. Ugye a Projecto 66-ot azt bárhogy át fogom tudni ütni. És maradt még bennem egy, azt pedig még ellövöm a TNH-ra. 4727 sebzésem van ebben a körben idáig. Ugye a TNH-ba már nem fogok kapni, mert ez ki fogja szedni a... nem a standard, akkor a GV kiszedte. És innentől kezdve igazából úgy voltam vele, nem is figyeltem, hogy top gunom is lehet. Elmegyek, kiszedem a két artit, pont betöltök addig, amíg odaérek. A város engem nem érdekel. A két arti azért még 1000 sebzés, akárhogy is nézzük, azért az free damage. És ha szerencsém van, akkor egyik se fog engem kilőni 700 HP-ról. Hogyha nagy szerencsém van. Úgyhogy mentem a free damage-ért. 512 spotom van, igazából ebben a csatában nem nagyon volt mit spottolni. A GV-vel igazából nem foglalkozunk, így hogy ellőtte magát, így meg pláne. Nyugodtan be is célozhatjuk. Mondjuk a GV-t azért be kell célozni, mert elég észről a páncél lehet róla pattanni. 5 killem megvan, ugye a 261 elmisszelte, és 415-ről be is adta a sebzést. 6 killem lett, 5642 damage-el, 512 spottal, 6154 kombináltat csináltunk, megnyertük a csatát, úgyhogy akinek van becsetje, vagy szeretne ezzel játszani, nehéz vele most már jót játszani az új metában, de még mindig egy nagyon jó kis tank, hogyha ki tudsz tárazni, és van időd újra tölteni, főleg, hogyha még az 5-ből mondjuk 4-be is megy, akkor egyébként még statpadolni is lehet ezzel a tankkal. Face-side-olni nem tudsz vele, face-to-face, ugye kitárazol, elfutsz, látótávot, kamót nyugodtan, bőven ki lehet használni, mert az nagyon jó neki. Úgyhogy ennyi szerettem volna, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Aztán a következő videónk az a VZ-vel lesz, VZ55-tel majd, a 10-es... csodatáros tankkal. Aztán várunk mindenki sok szeretettel a krámba, hogyha van kedved, írjál rám DC-n, beszélünk, aztán csapatjuk. Köszi, sziasztok, hello!